Ön most pártagnak tekinti magát, vagy nem? A Magyar Demokrata Fórum elnökségi tagjának tekintem magamat, és természetesen a párt tagjának, sőt nem csak tagjának, hanem a párt alapító tagjának, hiszen 1988. szeptemberre óta vagyok a Magyar Demokrata Fórumnak a tagja. Éjszaka kaptunk egy e-mailt, vagyis nem is éjszaka, hanem reggelre, hogy az MDF-ben valaki, vagy valakik úgy döntöttek, hogy két képviselőtársammal, Hók Zoltánnal és Katona Kálmánnal törölnek minket, azért, mert nem írtuk alá még egyelőre azt, hogy belépjünk a frakcióba. Aláírták volna, folytattak tárgyalásokat? Tegnapi napon több mint 3 órán keresztül tárgyaltam, például én, jó magam is, Erényi Károly frakcióvezetővel. Abban állapodtunk meg, hogy pénteken délelőtt folytatjuk a megbeszéléseket. Én azt képviseltem az elmúlt hetekben és hónapokban, hogy a Magyar Demokrata Fórumnak szakmai kérdésekkel kell foglalkozni, ezért tartottam például ma egy olyan sajtótájékoztatót, ami az adótörvényekről szólt, ahol Sólyom Lászlóhoz fordultam, mint köztársasági elnökhöz, hogy ne írja alá a hétfőn elfogadott egyes adótörvényeket, és más szakmai jellegű javaslataim is voltak, például a www.halálautó.hu internetes portálnak az elindítása is, hiszen ez a portál ez már készen van, és más olyan javaslataim is voltak, ami az MDF-nek a sikerét és a választópolgároknak azt a megerősítését és megerősítését szolgálhatta volna, ami az MDF-nek és a nemzetnek is az érdeke. Ezzel ellentétben ugye az történt, hogy érkezett ez a levél, hogy minket szerintem alapszabályellenesen töröltek. Amit én képviseltem az elmúlt hetekben és hónapokban, hogy az Európa Parlamenti választásokat várjuk meg, és utána alakuljon újjá az MDF-nek a képviselő csoportja. Várom azt az országos választmányi ülést, ahol az Országos Etikai Bizottság és az Országos Választmány meg fogja majd tárgyalni ezt a mi hármunknak az ügyét, hiszen egy pártból nem lehet valakit csak úgy kizárni vagy törölni, ahogy ezt egyesek gondolják. Mit gondol, ki vagy kik állhatnak e mögött, hogy törölték önöket? Erre nem tudok választ adni. A levelet azt Makkai Zsolt és Herényi Károly küldte, mint ez kiderült. A internetet olvasók számára, hiszen az internetes portálokon számtalan helyen megjelent már az elmúlt másfél-két órában a levélnek a tartalma. Én azt gondolom, hogy az országos választmányi ülés, amennyiben lesz ilyen, akkor el fogok én magam is menni, mint ahogy szombaton is elmentem, és ott voltam. Ott leszek ezen a választmányülésen, ahol az a kérdés fog napirendre kerülni, hogy miért nem alakult frakció. Egyébként pedig én abban bízom, hogy az MDF nem személyi kérdésekkel fog foglalkozni az elkövetkező napokban, hanem a saját maga programját fogja hirdetni országszerte. Azt már nagyon furcsának tartom, hogy a 3 északpesti képviselőt, Hók Zoltán, Katona Kálmánt és Jógamat, aki például a budapesti ajánlócéduláknak az 1/3-át gyűjtötte össze a párt számára egy választási kampány kellős közepén, ilyen tartalmú leveleket küldözgetnek nekünk. Beszélt már azóta Herényi Károlyan, fel fogja hívni, számon fogja kérni? Herényi Károlyjal itt a folyoson találkoztam a két sajtótájékoztató között. Köszöntünk egymásnak, sőt, kezet is fogtunk, de ennél többről nem beszéltünk.